Szerintem jó volt, ez az első 100 méteres mellúszásom. Mi volt benne a nehéz? Elsőnek az, hogy kültéri, és hogy eleve hideg van, meg nem ez a megszokott hosszom. A 9 éves Luca az Újbudai strandnapon megrendezett úszóversenyen tette magát próbára. Az amatőr sportolók megmérettetését egy mozgásában korlátozott fiatalember, Aux Mátyás javasolta a szervezőknek, hogy felfrissíthesse tudását és tovább fejlődhessen. Mátyás 2015-ig volt az IRAM Integrált Sportegyesület tagja, és elhatározta, hogy az idei évben újra versenyszerűen fog sportolni. Koraszülött voltam, mozgáskorlátozott vagyok ebből kifolyólag. 3 hónapos korom óta kezdődött el az úszás. A Gézengúz Alapítványnál kezdődött a babaúszáson, utána pedig edzőtől edzőhöz kerültem. A Balúszfim úszóiskolában voltam, aztán az IRAM Integrált Sportegyesületbe kerültem be 2014-ben. És akkor most a Hegyvidék úszóiskolába járok. Most fog eldőlni az, hogy a Bohóc-Hal Sportegyesületbe bekerülök-e vagy sem, és akkor tudom csinálni a versenyszerű úszást, hogyha leigazolnak. Mátyás elhivatottságát a fiatal magyar úszónővel, Molnár Dórával való személyes találkozása ihlette, de több paralimpikon példaképe is van, mint Illés Fanni, Papp Bianca vagy Konkoly Zsófia, és törekvései fő célja, hogy kijusson a 2028-as paralimpiára. De most még a Sport 11 úszóversenye jelentette a kihívást 2 versenyszámban, a 100 méteres mell és a 100 méteres hátúszásban. A hátúszás a fő számom, tehát abba remélhetőleg jobb leszek. És úgy készültem fel rá, hogy én hétfőn, szerdán meg péntekenként a Városmajor utcában van a Hegyvidék úszóiskola, és oda járok minden este 7-től 8-ig edzeni. A kezeimre kell nagyon figyelni, illetve hogy a csípőmet és a lábaimat ki tudjam emelni a vízből. A versenyzők a mai napon 3 kategóriában indulhatnak. Vannak kiskorúak, 19-től 49 évesek és az 50 pluszos indulók. Férfi-női kategóriában 3 úszásnemünk lesz, mellúszás, hátúszás és gyorsúszás, valamint mivel volt rá igény és megkérték, ezért lesz vegyes úszás is, ebben ugyanez a 3 úszásnem lesz, tehát pillangó nincsen a mai napon. Az úszók a 33 méteres medencében 3 hosszt úsztak, falat kellett érinteniük és teljesítményüket manuális időméréssel határozták meg, core handicap rendszerben. Az előzetesen nevezőknek az átlag életkorát ki fogjuk számítani, nyilván a 3 kategóriára külön, és az idejük úgy fog alakulni, hogy ehhez az átlaghoz képest, amit ők úsznak, az mennyire tér el. Tehát igazából másodperc alapú számolás lesz, és ettől tudnak ugye felfelé-lefelé eltérni, attól függően, hogy hány évesek. Igyekeztem jól beosztani az erőmet, remélem, hogy sikerült, és nagyon sokat jelent, hogy ennyien itt vannak, körülöttem és drukkoltak.